a magyar állam területén, a déli határszakaszon. Háborús állapothoz közeli helyzet alakult ki, amely következtében Ásotthalom és a szomszédos települések lakossága hosszú hónapok óta újra kénytelen volt megtanulni félelemben élni. Az ott élő emberek reményt veszve szembesültek azzal, hogy a magyar kormány ölbetett kézzel szemléli, vagy tudomás sem vesz a kialakult állapotokról. A Mi Hazánk mozgalom tegnap megtartott tüntetésének a hírére és a Magyar Önvédelmi Mozgalom oknyomozó riport hatására került kényszerpályára ebben a kérdésben is a Fidesz kormány. Majd ezt követően kérte meg a szerbeket a magyar határ túloldalán kialakult háborús állapotokhoz közeli helyzet kezelésére. Jelenleg a határa vezényel szerb rendfenntartó erők határozott fellépésének köszönhetően néhány napja már nem hallani a fegyverropogást, és visszatért a nyugalom Ásotthalomra. A Mi Hazánk mozgalom elnöke a tegnapi tüntetésen fogalmazta meg az ásotthalmi határátkelőhely előtt megtartott demonstráción, hogy le kell vezényelni a határa a magyar honvédséget, és vissza kell állítani a megfelelően képzett határőrséget, és biztosítani kell mindehhez a megfelelő jogszabályi hátteret is. Erre a lépésre vár most a magyar társadalom többsége, mint ahogy szintén erre várnak a magyar honvédek is, akik a magyar haza szolgálatára és védelmére tettek fogadalmat. Tegnap az ásotthalmi határátkelőnél a megjelent helyi lakosok mellett több száz magyar hazafi, köztük a Mi Hazánk mozgalom és a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai fejeztük ki szolidaritásunkat. És amennyiben a magyar kormány továbbra sem lesz hajlandó megvédeni a határ mentén élő magyar állampolgárokat, és újra visszatér Ásotthalomra a félelem, akkor majd ne csodálkozzon azon, hogy mi leszünk kénytelenek megtenni a szükséges lépéseket. Az illegális migrációs labda most Orbán Viktor asztalán pattog, és a magyar társadalom többsége most azt várja, hogy a kormányfő egy határozott mozdulattal kiukassza azt. Valódi magyar honvédelmet a déli határszakaszra. Ezt kívánja most a magyar nemzet.